Mi másról beszélgetünk, Rétvári Bencével, de arról is fogunk, amiért jött. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. A korrupcióról beszélgettünk voltaképpen, és igazából eredetileg azért hívtuk, hogy arról beszélgessünk, hogy hogy képzeli a korrupció ellenes harcot a kormány. Közben meg kormányközeli ügyekről kezdtünk el beszélni, vagy legalábbis oda húzott ügyekről, láss Kajászói gazdák és Felcsúti polgármester viszonya. Ezek a dolgok, ezek hogy kezelhetők együtt? Tehát, hogy a kormány harcol a korrupció ellen, és közben meg a kormányt és a kormányzati köröket és hozzájuk közel álló vállalkozókat, üzletembereket folyamatosan korrupcióval vádolják. És azt mondja, hogy vádolják őket, míg azért volt egy olyan kormányzati ciklus, sőt kettő is Magyarországon, amiből mindenki szerintem legalább 3-4 korrupciós ügyet tud mondani, és bármikor... De mindig utólag vannak ezek a bizonyított korrupciós ügyek. Hát azért én úgy emlékszem, hogy Szuslág Jánost még az MSZP kormány ideját ítélték el, akkor tartóztatták le Hagyó Miklóst is, a Sukor ügyet ugye akkor indították el, ugye Siffer András LMP elnök tett feljelentést abban az ügyben, és indult el az egész Sukorőügy. A Humwald ügye szintén már elindult az MSZP kormányzat. Hát látja, idejárat. Akkor meg azt lehet mondani, hogy az MSZP kormányzat mennyire tisztakezű volt, saját maga harcolt a korrupció ellen, és indított eljárásokat. Hát mind a front mindkét oldalán ott volt, tehát lehet, hogy a korrupciói küzdelemben is volt, aki komolyan gondolt az MSZP-ből. És a Fidesz nincs a front mindkét oldalán? Hát vádak nyilvánvalóan vannak meg a kormányzattal szemben, szereplők. És ez mindig is így lesz a világ minden országában. A világ minden kormányát, mindenkori ellenzék mindig ilyenekkel fogja támadni. Az a különbség, hogy vannak kormányok, amelyek ellen felhozott vádak megállnak a bíróságon, tehát nem csak egy publicisztika szintjén állnak meg, nem csak azok hiszik el, akik el akarják hinni, hanem a bíróságot is meg lehet győzni, hogy korrupciós ügyekről van szó. Itt az elmúlt másfél-két évben én nem láttam azt, hogy akár a rendőrség vagy alapos gyanút fogadott volna el, vagy bárhol elindult volna egy feljelentés nyomán bármiféle ilyen vizsgálat vagy bírósági szakaszba lépett volna. Tehát azért jogilag értékelni az ilyesfajta jogi tényeket lehet, ami már konkrét bírósági vádemelés vagy bírósági ítélet. Az egyébként figyelik a saját házuk táját, mondjuk ön KDNP-s politikus, a KDNP házatáját árgus szemekkel figyelik? Figyelik egymást, ha úgy tetszik, hogy ne legyen semmi balhé? Hát erről szól valamelyest ugye ez a korrupciós programunk is a következő két évre, de hát ez politikailag is nyilván mindenki figyel arra, hogy olyan embereket válaszunk meg különböző tisztségbe, akiknél ilyen nem fordulhat elő, meg hát nyilvánvalóan ezért vannak a kontrollmechanizmusok az önkormányzatoknál, a költségvetésnél, közbeszerzéseknél ne legyen ilyen, vagy például ezért csökkentettük mondjuk felére a közbeszerzési törvény paragrafusainak a számát. Egyszerűbb, átláthatóbb rendszer, kevesebb korrupciós lehetőség, jobban átlátható, nagyobb ezért a kontrollálási lehetősége, illetve kevésbé vannak olyan szabályok, amelyek hát teljesíthetetlenek, ezért valamilyen korrupciós okkal akarja valaki kikerülni. Itt jelent a Velencei Bizottság, ez szintén az ön ügye tulajdonképpen. Számos problémát talált az igazságügyi törvényben. Ezeket komolyan veszik, vagy várják, hogy majd Brüsszel is reagáljon rá valamit, vagy elébe mennek, és megpróbálnak a Velencei Bizottság ajánlásainak is már megfelelni. Mi igyekeztünk leginkább elé menni mindennek, hiszen nekünk az az érdekünk, hogy ezek a vizsgálatok minél hamarabb lezáruljanak, mind a Velencei Bizottság felé megnyugtató választ adjunk, mind Brüsszel felé, utána nyilvánvalóan az IMF tárgyalások is éppen ezért gördülékenyebben mehessenek. Éppen ezért, mivel úgy zajlik ez az eljárás, hogy itt ilyen fokozott levelezés, meg találkozás van a bizottság és az állam között, tehát a mi képviselőnk is ott volt itt az üléseken, körülbelül látható volt már, hogy mi lesz az, amit kifogásol, mik a nagyobb irányok, a nagyobb tételek a Velencei Bizottság a magyar jogszabályokkal kapcsolatban, és még mielőtt ők nyilvánosságra hozták volna a véleményüket, már azelőtt mi benyújtottunk egy módosító csomagot, amelynek már le is ment az általános vitája a parlamentben, jövő héten a részletes vita, aztán jönhetnek a szavazások, amelyek a főbb kérdéseket, akár igazságszolgáltatással, akár adatvédelemmel kapcsolatban már módosítják, tehát azelőtt, hogy bárhova ez Brüsszelbe elért volna. Hát ha módosítják, mert ugye ha igaz, amit Thomas Merkelt, a Velencei Bizottság titkára budapesti látogatása után mondott, hogy Orbán Viktor őt arról tájékoztatta, hogy az Unió Magyarországgal kapcsolatos magatartása miatt egyre nagyobb az unió ellenesség a kormánypárti képviselők körében. Hát az egész országban láthatjuk. Na de most konkrétan a parlamenti patkorról beszélt, a kormánypárti képviselőkről, akkor könnyen lehetséges, a képviselők azt mondják, hogy dacosak vagyunk, és nem.
Vagy ez elképzelhetetlen? Mert akkor miről beszélt Orbán Viktor? Nyilván van Magyarországon nagyon sokan azért kicsit csalódtak az Európai Unióban, miután megnézték azt a vitát az Európai Parlamentben, ami Magyarországról szólt. Ahol teljesen valótlan és hajmeresztő dolgokat mondtak. De azért azt tudjuk, hogy azt nem nézte meg 8 millió magyar azt a vitát a tévé közvetítésben. Hát 8 millió, tehát, amúgy is kevés dolgot néz meg Magyarországon, látja. De nagyon sokan megnézték. Szerintem több tévén is lehetett ebben nagyon hosszú részeket látni. És hát azért nem volt olyan színvonal az a vita, mint amire számítottunk. És kicsit úgy látjuk, mintha az Unió minden területen hát elősegítené Magyarországnak a különböző tevékenységét, hanem néha pénzmegvonást helyez kilátásba. Tehát ezek nem Na de ezek nagyon más síkok. Tehát a Velencei Bizottság kifejezetten szakbizottság. Ott a szakma érvényesül, ott nem beszélnek pénzről, sőt gyakorlatilag független szinte az Európai Uniótól azon a módon, ahogy ott a pénzmegvonások, a pénzosztások zajlanak. Igen, csak ott meg olyan dolgokat olvasunk, bár a fő irányt azt elfogadtuk és benyújtottuk módosító javaslatként, de hát itt 100-nál több pontról van szó, amelyet a Velencei Bizottság felsorol. Olyan jogintézményeket, amelyek 140 éven magyar jogrendszernek a részei, és sohasem problémát nem jelentettek, olyanokat kifogásol. Meg jól látjuk, hogy más országoknál, például Horvátországon az egész jogrendet átnézték a csatlakozás kapcsán. Ott az ügyek áthelyezésével kapcsolatban ugye a leterhelt bíróságra ügyet a kevésbé leterhelt bíróságra garanciák mentén át lehet helyezni. Az ott 4-5 éve működik, és az Unió nem emelt kifogást Horvátország csatlakozása kapcsán ez ellen. Magyarországon, meg amikor bevezetjük ezt úgy, hogy csak akkor lehet, hogyha az illető leterhelt bíróság kéri, a másik bíróságba áthelyezik, kikérik a véleményét, csak 15 napon belül, csak ügyforgalmi adatokra hivatkozva lehet ezt megtenni, csak de nem az van, hogy az egészet nézik és az egészből szemezgetnek ki mazsolákat? Tehát nem az van, hogy itt az alapvető probléma, hogy nem látszik nagyon demokratikusnak a magyar kormány demokrácia elkötelezettsége melletti magatartása? Tehát ugye van egy mondat, hogy elkötelezett a magyar kormány a demokrácia mellett, és vannak a szabályok, és a szabál ugye a szabál, ahogy azt mondták hajdanában őseink, amelyek néha mást mutatnak, és hogy ezek a mazsolák, amiket kiszedegetnek a velenceiek, a brüsszeliek, ki mikor mit, ezek a mazsolák azok, amik szúrják a szemüket. Na, ez egy jó képzavar volt. Jó, de hát nálunk vannak is mazsolák, máshol meg aszalcívákat állhatnának, ha akarnak, mert... Igen, de ott közben lehetséges, hogy azt látják, hogy erős az együttműködés. Hát néha az együttműködés fontos, néha meg a függetlenség, ezt ugye... Így hát is, úgy is meg lehet fogalmazni. Állandóan függetlenek lenni. Hát mi akartunk menni az Európai Unióhoz? Most nem beszéltem most az állam és az intézmények, hogy független intézmények kapcsolatban beszéltem Magyarországon, hogy mondjuk az igazságszolgáltatás. Látja, hányféle függetlenségi harcunk van? Ugye, tehát ott jóval nagyobb az autonómiája, mint sok Európai Uniós országban, ahol egy minisztérium irányítás alatt vannak, és hogy 1997 előtt a mi minisztériumunknak volt egy bírósági főosztálya, és a bíróságok irányítását, igazgatását az végezte. Ehhez képest most van bírósági hivatal, ehhez képest most van bírói tanács, és ezeket kevésbé tartják, azt mondják legalábbis, hogy ez kevésbé jó. De nem, hát nem azzal van a bajuk, a függetlenségével van bajuk. Egy minisztériumi főosztály volt Magyarországon 90-től 97-ig. De könnyen, akkor nem voltunk ilyen. Európai Uniós tagország, tehát azért pontosan tudjuk, hogy mi a bajuk. Tehát ne beszéljünk így, mert Európa Tanács volt, az Európa Tanácsnak viszonylag kevés köze volt ilyen módon, mint az Európai Uniónak a Magyarország működéséhez. Ez még az Antal kormányban, de sokkal korábban. De nem írtuk alá, hogy mindenben úgy viselkedünk, mint az Európai Uniós szerződésben, aláírtuk az Európai Uniós előírásoknak megfelelően működni. Az Európai Uniónak az a baja, hogy Andor Tünde 9 évig, ha akar 18 évig lesz az első ember a magyar igazságszolgáltatásnak. Az ászelnöke meg 12 évig az ászelnök. Nagyon fontos. Valószínűleg ez is baj. De ez így van a rendszerváltás után, és így már 3 ászelnököt választottunk 12 évre, ami több, mint a 9. Ez így van. Szóltak is érte. Hát ami értelme lehet a kifogást. Szóval a korrupció ellenes harc. Mit tesznek konkrétan? Az a megközelítésünknek a módosítása az eddigekhez képest, hiszen ez egy olyan átfogó program, amilyen a rendszerváltás óta nem született még Magyarországon. Nagy hiány is volt belőle szerintem az elmúlt 2 évtizedben, hogy nem pusztán büntetőjogi eszközökkel kívánunk föllépni, ami a korrupció elkövetése után történik nyilvánvalóan, hanem igyekszünk elé menni, mint személyi szinten, mint szervezeti szinten, mint társadalmi szinten. Egyrészt már a személyi képzésre, ha lehet ezt itt használni, ezt a kifejezést, tehát hogy a készség kialakuljon kiben arra, hogy felismerje a korrupciót és természetes módon elutasítsa,
erre már a tavalyi év végén az együttműködés jegyében az állami számvőszékkel, a legfelsőbb bírósággal, a legfőbb ügyészséggel kötöttünk egy közös megállapodást a kormányzat részéről, hogy együttműködünk, közös képzéseket indítunk, közösen lépünk föl, közös programokat dolgozunk ki. Pontosan azért, hogy a mi kormánytisztviselőink ilyen képzéseken részt vegyenek, főleg nyilván a vezetők, hogy lássák, hogy hol a korrupciós kockázat az intézményen belül, és amúgy is legyen egy felelőse ennek a kérdésnek az intézeten belül, aki ilyen szempontból nézi az adott minisztérium, hivatal működését, hát hol van benne korrupciós kockázat. Nagy vállalat a világban, amely különböző országokban működik, nagyjából ezzel a logikával működik, tehát ott még nyilatkozatokat is alá kell írni ez ügyben. Tehát akkor valami hasonlót lépett a magyar kormányzati szinten. Így van, és a központi kormányzatban dolgozó 60 ezer ember, ezért ez egy igen nagy személy. Na, képviselő úr, jön a fekete leves, Schmidt ügy. A KDNP budapesti elnöke ki van már rúgva a pártból? Van a KDNP-nek egy országos véleménye, van a KDNP budapesti elnökének egy véleménye. Hogy lehet két véleménye egy pártnak? Hát én a magam részéről nyilván az országos vezetőségek a véleményét osztom. Mert hogy a budapesti vezető azt mondta, hogy aki el akarta tusolni a Schmidt ügyet, ami vállalhatatlan, az vonja le a következtetés, kérjen bocsánatot és mondjon le. Kire gondolhatott? Hát ön elhívja és önnek el fogja mondani. Oké, meg fogjuk próbálni viszont. Mi a KDNP álláspontja most, hogy megvonták Schmidt Pál doktori címét? Mert ez egy kicsit más helyzet, mint amikor a közleményüket kiadták. Hát Schmidt Pál azóta valamikor éjszaka szerintem leszállt a repülővel, és itt van már Magyarországon, valószínűleg akkor nyilván értesült is a döntésről, biztosan értesült a döntésről. Hát szerintem a repülőgépen is értesült. Igen, és hát nyilvánvalóan a mai napon, vagy valamikor. Ez az ő dolga, de mi az önök álláspontja? Hát megvárjuk, hogy mit fog Schmidt úr maga mondani erről az ügyről. Ön is mondta, jogilag más a helyzet, hiszen eddig vádak voltak, most van egy konkrét döntése a szenátusnak, előadta a doktori tanácsnak. Nyilván a Schmidt Pálnak most erre mondania kell valamit, és fog is mondani valamit, biztos, hogy benne napokon belül, utána lehet azt értékelni. Amikor azt mondták, hogy a megnyugtató lezáráshoz jutott az ügy, akkor erre gondoltak egy ilyen lezárásra? Én úgy gondolom, hogy az lesz a fontos, amit mai nap mond, véleménynyilvánít, és utána lehet akár pártoknak, vagy másnak, ha akar, véleménynyilvánít. Ennek személyesen mi a véleménye? Mennie kell, vagy maradnia? Én nem akarok neki innen üzengetni semmit. Biztos vagyok benne, hogy ma fog egy nyilatkozatot tenni. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.